Jó estét kívánok, ez a Civis Értéktár, a Debrecen Televízió helyi értékekkel és nevezetességekkel foglalkozó műsora. A Borsos Villa igazi gyöngyszem a Vénkertben. Udvarát egykor medence és gyönyörű rózsakert díszítette. A több mint 100 éves épületet Borsos József építész tervezte, akinek nevéhez több civisvárosi létesítmény kötődik. A Borsos Villát a közelmúltban kívülbelül felújították, közösségi házként működik a továbbiakban. Újra régi pompájában csodálható meg Borsos József egykori villája. A szecessziós stílusú lakóházat saját családjának tervezte és építette a város 20. század elejé főépítésze. Borsos József nevéhez fűződik Debrecen korszerű rendezési terve és több épület is a városban. Az 1913-ban épült Vénkerti villa az ő máig ható tevékenységének az egyik debreceni emlékhelye. Ápoljuk egy olyan történelmi személyiségünknek az emlékét, amely, aki nagyon sokat tett a város történetéhez, a város épített örökségéhez, a város jelenlegi arculatához, számos épülete azért középületei, az egykori vegyipari iskolának a régebbi szárnyától, a krematóriumig, számos épület, középület és egyébként magánépületek is még itt vannak velünk az ő munkásságából. A Borsos villában tartott tájékoztatón Puskás István alpolgármester elmondta, örömteli, hogy a városnak sikerült megőriznie és felújítania a helytörténeti jelentőségű szép épületet. Egy régi házról van szó, egy történelmi, most már történelmi léptékű épületről van szó, amely hosszú ideig nagyon sanyarú állapotban leledzett és végre visszanyelte régi fényét. Én azt gondolom, a felújításnak a módja és minősége, pont ezt beszéltük az előbb, gyönyörűen megmutatja ennek a háznak az építészeti minőségét, feltárja ennek a háznak az építészeti értékeit. A városrész önkormányzati képviselője Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a környék az elmúlt több mint egy évszázad során alaposan megváltozott. Kertségből lakótelep lett, ahol több mint 7000-en élnek. A korábban irodalmi múzeumként működő Borsos villát nemrég 153 millió forintból teljesen felújította az önkormányzat, de nem csak szép külsőt, hanem hozzáillő funkciót is kapott a panelházakkal körülvett épület. Ez a Vénkertiek új közösségi tere, ami hiánypótló a városrészben. Akkor, amikor az Őrváros programhoz hozzáfogtunk, akkor feltett szándékom volt nekem is személy szerint, hogy az addig kihasználatlanul itt lévő, de egyébként rendkívül jó adottságokkal rendelkező épületet közösségi házként használjuk. Barcsa Lajos elmondta, hogy a város egykori főépítésze emlékére kiállítást is terveznek a Borsos villában. Puskás István alpolgármester hozzátette, különös jelentősége van annak, hogy Borsos József főépítész egykori lakóháza mostantól a Vénkertiek közösségi háza. Az egykori lakóháza megújult, az egykori lakóháza közösségi térré változva szolgálja Debrecen életét, jelenét és jövőjét. Azt gondolom, hogy ez is egy üzenetérték. A múlttal való foglalkozásnak, a múlt értékeinek a jelen és a jövő felé való közvetítésének egy szép példáját látom a Borsos villában. A Borsos villát körülölelő park is megújult, így a szép épülethez méltó a környezete is a Vénkerti város részben. Népszerű közösségi tér lett a teljesen felújított Dósan Ádor tér, de korábban is nyüzsgő élet jellemezte. Vásároknak, piacoknak adott helyet. A tér névadója a 13.-14. század fordulóján Debrecen egyik legmeghatározóbb alakja volt. A Dósan Ádor tér története következik. A szökőkút vizével játszanak a gyerekek, míg mások az egyedi utca elemekkel fotózkodnak. Népszerű lett a családok körében a teljesen felújított Dósan Ádor tér. Névadója a híres debreceni családtagja volt. Dósan Ádor a 13.-14. század fordulóján a település egyik legmeghatározóbb alakja volt. Károly Róbert legfőbb hívei és bizalmasai közé tartozott. Olyannyira, hogy egyes források szerint a király Dózsa gyermekének, debreceni Jakabnak a keresztapja lett. Debreceni Dózsa, vagy Dózsa, így is szokták emlegetni, ő a királynak volt hűszolgája. Egyébként eredetileg hadvezér, katonaember volt, aki nagyon sok csatában vett részt, és nagyon sok csatát vitt sikerre azok ellen, az oligarchák ellen, akik a király ellen szövetkeztek. Úgyhogy a szolgálataiért cserébe kapott egyébként a királytól földeket itt Debrecenben. Úgyhogy részben az örökölt, részben a szolgálataiért kapott földek birtokosa volt itt a debreceni Dósa. Debrecen nevét először a Váradi jegyzőkönyv örökítette meg 1235-ben.
Ekkor még önállósággal nem rendelkezett, egyszerű nemesi birtokok együttese volt. Mégpedig az egy családból származó Roffoin, Péter és Dózsa nemes uraké. Debreceni első dózsa nem csak nádor volt, hanem főispán, erdélyi vajda és megyei bíró is. Ugyan ő egyébként a család egyik leghíresebb tagja, de azt el lehet mondani, hogy a debreceni család az jó egy évszázadon keresztül volt Debrecen városának a birtokosa, és ezt az időszakot, ezt a 13.-14. századot tekinthetjük annak az időszaknak, amikor Debrecen első gazdasági fellendülése volt. Nagy Lajos király 1361-ben mezővárosi rangra emelte, ami által fejlődésnek indult a gazdaság. Olyan kiváltságokkal járt, mint például a szabadbíró választás, a vásártartási jog vagy a vámmentesség. Debrecen Magyarország legnagyobb és leggazdagabb városa lett. Gyakorlatilag 14. századtól kezdődően megindult az a folyamat Debrecenben, amikor a településnek a lakói városi polgárokká váltak, és már nem csak állattartással, földműveléssel, hanem egyre inkább kézműves tevékenységekkel és kereskedelemmel is foglalkoztak. A tér évszázadokon keresztül piacoknak és vásároknak adott otthont. Ennek köszönhetően sokféleképpen hívták már ezt a részt. Hívták répapiacnak, hagymapiacnak, újpiacnak, és igazából majd csak a 19.-20. Században kezdték el más néven emlegetni. A két világháború között egyébként Degenfeldtérnek hívták, 1948 után Tótfalusi térnek, és szerintem nagyon sokan az idősebbek közül még valószínűleg a mai napig is így emlegetik, és akkor az elmúlt évtizedekben kapta meg a Dózsa Nádor teret. Számos neves épület megtalálható itt. Például a 116 éves Wolf Palota, ahol az üzletek mellett a megyei napilap székháza is található. Mellette pedig egy szintén impozáns épület, amit egykor Beck Degenfeld palotának hívtak. De itt volt egykor a Debrecen nagyváradi értesítő szerkesztősége, ahol Ady Endre és Móricz Zsigmond is újságíróskodott. A 19. században ez a tér épp olyan élettel telt volt, mint most. Hogyha több mint 100 évet utazunk vissza az időben, akkor hasonlóan nyüzsgő volt ez a tér, sőt mondhatjuk, hogy még inkább nyüzsgő volt, mint manapság. Itt ugyanis 5 sorban a Rózsa utcától egészen a Zamenhof utcáig, illetve a Csapó utcáig körülbelül 130-138 ilyen kis sátor vagy pavilon állt, ahol a debreceni kereskedők árulták a mindenféle termékeiket. Lehetett kapni hurkát, kolbászt, savanyúságot, fűszereket, a híres debreceni kenyeret, perecet, mézes kalácsot, de akár még kávét is. A németeknek köszönhetjük például azt, hogy a debreceni pároskolbásznak a hírét vitték tovább, úgyhogy a debreceni pároskolbászt biztosan szerették, de vannak visszaemlékezések a 18. századból arra vonatkozóan, hogy egy angol utazó, akit járt Debrecenben, ő például már nagyon dicsérte a debreceni kenyeret. De volt olyan időszak, amikor például strucc tojást is lehetett kapni itt a debreceni vásárokban, úgyhogy ez a nemzetköziség, ez évszázadok óta jellemző Debrecenre. Öt éve láthatók együtt Munkácsi Mihály Krisztus képei a Déri Múzeumban. A világhírű festmények már a Debrecen legismertebb művészeti emlékeivé váltak. Az alkotások keletkezéséről, kalandos életútjáról és eszmei értékéről beszélgetek vendégeimmel, Fodor Éva muzeológussal és dr. Lakner Lajos tudományos igazgatóhelyettessel. Jó estét kívánok! Nos, meg lehet azt becsülni a negyed évszázad alatt, 25 év alatt, hogy hányan látták a három alkotást? Mekkora az érdeklődés iránta, és mit jelent a magyaroknak a Munkácsi trilógia? Az igazság, hogy meg lehet becsülni, hiszen tudjuk, hogy a Munkácsi trilógia az mindig tömegeket vonzott, és hogyha 25 évre gondolunk, akkor olyan 1,5-2 millió látogatóval lehet számolnunk. Hogy mit jelent a magyarok számára a trilógia, az egy nagyon jó kérdés, ugyanis valóban nem pusztán műalkotásokról beszélhetünk. Azt szoktam mondani, hogy a Déri Múzeumnak a Munkácsi tere ilyen kvázi szakrális térré vált, és az emberek jelentős része szinte zarándokként érkezik a Déri Múzeum Munkácsi termébe, vagy arra gondol, hogy milyen jó magyarnak lenni, hiszen lám, itt van egy világhírű magyar festőművész, aki milyen sok minden sikert ért el, és vitte a magyarok hírét világszerte, vagy pedig sokan a vallásos érzületük mozdul meg
élik át, és szinte szemképként tekintenek a festményekre. Tehát ilyen értelemben valóban azt mutatja, hogy egy művészeten túli jelentése is van maguknak a képeknek. Hogyan keletkeztek egyáltalán a képek, illetve mennyi idő alatt készültek? Hát óriási alkotásokról van szó, 4x körülbelül 6 méteresek ezek a képek. Így van, a festmények a tényleges kivitelezése az a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota esetében is egy olyan fél év, valamivel több, mint fél év. De ez a tényleges kivitelezés. Amíg a gondolatból realizálódott egy kép, az sokkal hosszabb időszak. Tehát az, tudjuk, hogy már 1879-től foglalkoztatja Munkácsi Mihályt a Krisztus Pilátus előtt című alkotás, amely a három kép közül az elsőként készült el. Nagyon sok előkészületet végzett annak érdekében, hogy a lehető legreálisabban tudja visszaadni ezt a bibliai történetet. A Golgota esetében is körülbelül egy fél év volt, amíg megfesti magát az alkotás, de ott is nagyon hosszú az előkészületi folyamat. Nagyon alaposan utána nézett mindennek, és közben még számos más alkotást is készített a festmények festése közben. Tehát hihetetlen munkatempóval dolgozott, és még az utolsóként megszületett Ecce Homo című alkotás is olyan művek előzték meg, mint a honfoglalás, amely 88 négyzetméteres, és akkor még megfest egy bibliai témát feldolgozó alkotást, ez is körülbelül olyan 5-6 hónap alatt született meg, de ez már az utolsó műve, tehát a életének utolsó műalkotásként kezelhető festménye a Krisztus képek utolsó darabja. Az igaz, hogy a Golgota elkészítéséhez saját magát feszítette keresztre a festő? Így van, ehhez is, mint ahogy az egész életéhez, számos érdekes történet kapcsolódik. Ebben az esetben a modell alatt összetört, az eredeti modell alatt összetört a kereszt, ahogy a napilapok beszámoltak róla, és utána már nem volt hajlandó egy modell sem, míg kötél segítségével sem rögzíteni saját magát a kereszthez. Így Munkácsi arra vállalkozott, hogy ő maga kötél segítségével fog a kereszten függni, és erről egy fotodokumentáció is fennmaradt, egy modellfotó, aminek nagyon-nagyon örültünk, hogy fennmaradt, mert ez egy újabb adalékkal szolgál a sok-sok érdekes történethez, ami kapcsolódik a művek megszületéséhez. Valószínű egyébként, hogy azért feszítette föl magát kötél segítségével, hogy az izmok feszülését saját testén keresztül is érzékelhesse, és ezt később a festmény készítése során föl tudja használni. Golgotával kapcsolatban egy másik érdekesség, hogy egyszer majdnem meg is égett a kép, ugye? Így van, a Krisztus Pilátus előtt is a Golgota története szorosan összekapcsolódott, amikor már Amerikában vannak a festmények, és egy a John Winmaker nevű tulajdonos hatalmas méretű palotájában 1907. februárjában tűzütött ki, és ő a beosztottjait utasította arra, hogy hóradobva mentsék meg a festményeket, megmenekültek, restaurálás után újból kiállította, a köz számára is rendelkezésre bocsájtotta, az üzletházának az átriumában helyezte el a két festményt, és egészen 1988-ig ott volt a két mű. Számos európai nagyvárosban, Amerikában is ugye kiállították a képet. Milyen volt az akkori fogadtatása? Esetleg más volt-e az akkori, mint most a jelenkori fogadtatása a képeknek? Bizonyos értelemben azt hiszem igen, ugyanis az igazság, hogy maga ezek a képek az első tömeglátványosságuk voltak Európában. Szóval amikor megfesti Munkácsi Mihály ezeket a képeket, utána nagyon látványosan, Éva el tudja mondani pontosan milyen módon, de nagyon különleges körülmények között eljutották ki, és több százezer ember nézte meg Párizsba is a képeket. Tehát ilyen értelemben látványosságként szolgáltak. Természetesen lehet, hogy volt olyan látogató, akit maga a gondolat is megfogott, de bizonyos értelemben mégiscsak látványosságként értelmezhetjük ezeket a képeket a korabeli időszakban. Na és akkor hogyan került Debrecenbe? Déri Frigyes hogyan jutott hozzájuk? Egyrészt Déri Frigyes gyűjteményének az egyik darabja ez az Ecce Homo,
az 1930-tól látható a Déri Múzeumnak a dísztermében, és elhoztam magammal azt a naplót, amiben Déri Frigyes vezette, hogy melyik nap milyen műtárgyat vásárolt, kitől vásárolta és mennyiért, és itt megtaláljuk 1917. április 14-én azt a bejegyzést, hogy ekkor vásárolta az Eceumot Ernst Lajosnak a múzeumába, valószínűleg egy aukció keretébe, és 8000 koronába került. Magát a festményt elszállítják Bécsbe legalábbis a bejegyzés szerint, hiszen az ottani egyik biztosító társaságnak a termébe helyezték el. Tehát Déri Frigyes megvásárolja 17-ben, majd 20-ban ajándékozza az egész gyűjteményét a Magyar Államnak, hogy Debrecenben emeljen neki egy méltó épületet, és így tulajdonképpen a megnyitástól 1930-tól folyamatosan kisebb megszakításokkal látogatható a Eceumot terem, benne az Eceumóval, és aztán 1995-től látható a három kép együtt, amiről a kolléganőm már részletesen tud beszélni. A megszakításokra akartam pontosan rákérdezni. Mi az, ami a 25 év alatt megszakította a trilógiának a teljességét? A Krisztus Pilátus előtt című alkotást 1988-ban, amikor Winmaker tulajdonából elkerülnek a művek, akkor egy magát megnevezni nem akaró kanadai milliómos Tannenbaum vásárolta meg. Teljesen véletlenszerűen került elő egy próbateremből a Krisztus Pilátus előtt. Forbát professzor úr talált rá Kanadában, és az ő közreműködésével került ide ez a festmény. És Tannenbaum, míg a saját tulajdonában volt a mű, addig bérleti díj nélkül rendelkezésünkre bocsájtotta. De az 5 éves itt léte alatt Tannenbaum elajándékozta a kanadai államnak ezt a művet olyan formában, hogy jobbáírhatta az értékét az adójából. Ezáltal a kanadai kulturális örökség kincsévé vált a Krisztus Pilátus előtt. És megkapta egy kanadai város, a Hamilton város, akinek a hasonló nevű galériájában, tehát a Hamilton galériában helyezték el. Erre az ajándékozási procedúrára vissza kellett szállítanunk a Krisztus Pilátus előttet. A Hamilton galéria az egy kortárs gyűjteményen rendelkező művészeti galéria, sem helye nem volt, sem most a őrzött műalkotásokhoz nem illeszkedett ez az alkotás, tehát örömmel vették, és mi még nagyobb örömmel fogadtuk, hogy kölcsön adják a festményt újabb 5 évre, mert a törvények csak ennyi kölcsönzési időt engedélyeznek egy ilyen kulturális örökség esetében. És ezért 5 évente vissza kellett szállítani. No, azért a Hamilton Galéria bérleti díj jelenében bocsájtotta rendelkezésünkre a festményt, de hát így is örömmel fogadtuk. És 5 évente vissza kellett ezt szállítanunk Kanadába ezt a művet, majd megint kölcsön adták újabb 5 évre, majd újabb visszaszállítás, egészen addig, amíg már eltelt az ajándékozástól 10 év, föloldották a moratóriumot, és eladhatóvá vált a festmény. És ekkor kezdődtek el a konkrétabb tárgyalások a mű megvásárlásával kapcsolatosan. Hát ez elég hosszadalmas és bizonytalan tárgyalás volt, de a végeredményképpen 2015-ben Kanadából ismét visszaérkezik a Krisztus Pilátus előtt, a Magyar Nemzeti Bank értéktárprogram keretében megvásárolta a Magyar Állam, és így a Déri Múzeumba került. Bízunk benne, ugyan letétként, de ez már magyar tulajdonként. Mennyire sínylette meg a tengeri utazásokat? A Krisztus Pilátus előtt ugye utazott tengeren 1886-ba, de ide Debrecenbe a legfrissebb szállításkor repülővel utazott. A Golgota utazott Magyarországra a hajóval, ő sínlette meg nagyon a szállítást. Nem készítették elő megfelelő módon a vízi útra, és a festékrétegbe beleragadt a csomagolóanyag. És volt olyan része, ahol egészen a vászonig visszavette a festett felületet, és hát szükség is volt 2 éves időszakra, míg Szentkirályi Miklós és munkatársai restaurálták. Egyébként ők restaurálták, frissítették a felületet a Krisztus Pilátus esetében is. Zárszóként beszéljünk már arról, hogy mit jelent a múzeumnak, hogy ott kapott helyet a Munkácsi trilógia, mit jelent Debrecennek ez a művészeti érték?
Ugye, ahogy először is említettem, valóban ez egy művészeten túli érték, és azt gondolom, hogy ha egy város egy ilyen értéket birtokol, az mindenképpen megemeli az ő jelentőségét. Tehát azt gondolom, hogy pótolhatatlan értéket jelent mind a múzeum, mind a város számára, még akkor is, hogyha bizonyos értelemben egy kicsit a Munkácsy trilógia sok mindent elfed, ami a Déri Múzeumban látható, de aki viszont eljön a Munkácsy trilógia miatt, az szembesül azzal, hogy Magyarország egyik leggazdagabb gyűjteményeit mutatjuk be a Déri Múzeumban. Reméljük, még sokszor 25 évig ott lesz a Déri Múzeumban a Munkácsy trilógia. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Virágkorzót már az 1900-as évek elején rendeztek, az első virágkarnevál pedig 54 évvel ezelőtt volt Debrecenben. A hagyományosan augusztus 20-ához kötődő programhoz szinte a kezdetek óta hozzátartoznak a mazsorettek, a művészeti csoportok és a külföldi fellépők. A karnevál az évtizedek alatt kísérő rendezvényekkel, új helyszínekkel bővült, és már a megyeszékhely legfontosabb kulturális rendezvényévé nőtte ki magát. Idén is szólt a fúvós zene a város központjában a virágkarneválon. A kocsikat a nagy templom előtt láthatták az érdeklődők. Debrecen legnagyobb rendezvényén ezúttal a járvány miatt elmaradt a hagyományos felvonulás, amely már az első karneválokon is a programhoz tartozott. Az 1960-as évek végén még vállalatok és középiskolák vettek részt rajta. Meggyőződésem, hogy a jó debreceni középiskolás diákok augusztus cél érdekében mozgósíthatók lesznek. Így is történt. Ugye 1966 volt az első karneváli esztendő, amikor a Tóth Árpád gimnázium már lányokat is foglalkoztató fiúgimnázium, és benevezett az első virágkarnevál a két virágkocsival, és a két virágkocsit kísérő két fővonuló diákcsoporttal. A karneváli kocsik díszítéséhez sok százezer virágot használnak. Kezdetben a nyáron tömegesen nyíló növényeket részesítették előnyben, például a büdöskét, de később már a száraz virágok is egyre népszerűbbek lettek. A műsorban évtizedek óta szerepelnek külföldi fellépők is. Először Debrecen bolgár testvérvárosából, Schumannből érkeztek felvonulók a harmadik karnevára, majd fokozatosan egyre több nemzet és kontinens képviseltette magát. Én azt hiszem, hogy a 80-as években lehet azt mondani, hogy megnőtt a külföldiek száma, egzotikusak is, Európán kívüliek is, voltak Afrikából, Amerikából, Ázsiából, több országból, meg olyan országokból, ahol kerestük, hol volt hagyomány a kultusza a karneváloknak. A virágkarnevál hagyományához hozzátartoznak a mazsorett együttesek. A közönség évről évre változatos és látványos koreográfiáknak tapsolhat. Hasonlóan fontos részei a parádénak az olasz zászlóforgatók is. A 2010-es évek elején népszerű kísérőprogrammal bővült a karnevál. A Galiba gyermekfesztiválon a fiatalok, a főszereplők kifestve, jelmezbe bújva vonulhatnak fel, különböző foglalkozásokon vehetnek részt. A családi rendezvény népszerű a helyiek körében. A célja az, hogy a családok szeressenek itt helyben kijönni az erdőre, együtt lenni, találkozni, beszélgetni, és a visszajelzések alapján nagyon jó tudni, hogy nagyon sok debreceni család erre az időpontra hívogatja a baráti családokat Magyarország számos pontjáról. A Nagyerdei stadion megépítése újabb mérföldkövet jelentett a rendezvény történetében. A létesítmény ad ugyanis otthont a karneválének, ahol hazai és külföldi sztárfellépők szórakoztatják a nézőket. Már ez a harmadik év, amikor eljöttünk, a tavalyi is nagyszerű volt, különösen Alexandr Rybak fellépése tetszett a legjobban, és minden augusztus 20-án dolgozunk, és ez a vigasztalás, hogy este ide eljövünk. Ebben az évben a járványhelyzet miatt a felvonulás mellett a karneválé és a Galiba Fesztivál minikocsis bemutatója is elmaradt, de a virágkarnevál krónikája tovább íródott. 10 szimbolikus jelentésű kocsi készült, és kísérő programként a debreceni művészek alkotó folyamatába pillanthattak bele a Nagyerdőre látogatók. Ez volt a Civis Értéktár. Új adással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.